Köszöntöm Önöket a Fitmixben, ahol mindig a szabadidős életmód és sporttémák ki a főszerep. Mai adásunkban ismét külsős helyszínről, az Újlak utcai iskolából, az RKSK kézilabda szakosztály utánpótlás edzéséről jelentkezünk. Tartsanak velünk! A kézilabda utánpótlás program az RKSK-nál milyen életkorú gyermekeket céloztak meg? Hát az alapokról építkezünk, tehát mindenképpen kisiskolás korban kezdjük az oktatást. Akikkel én foglalkozom, ők 3 éve vannak együtt, és 2-3 éve szerepelünk bajnokságban is. Hogyan zajlanak az edzések? Heti 3-szor találkozunk, 3-szor másfél órás edzések vannak. A hét elején inkább ilyen kondicionális, koordinációs edzések vannak, a hét második felében meg technikai, taktikai edzések vannak. Hogyan tudják megtartani a párhuzamot az iskola és az edzések között, hiszen azért elég fiatalok a gyerekek, hogy hogyan ne terheljék túl őket? Hát nehezen ráadásul ők még abban a korban vannak, hogy nagyon keresik önmagukat, tehát sokan vannak, akik a kézilabda mellett esetleg más sportágat, zenét választanak, és hát ez néha az edzések rovására megy. Hogyan tudják fenntartani a motiváltságot egyébként azoknál a gyerekeknél, akik mondjuk a kézi mellett teszik le a voksukat, ők hogyan maradnak motiváltak? Ennél a társaságnál őszintén nem olyan nehéz ez a dolog, mert egy nagyon jó kis társaság, és nagyon be vannak oltva a kézilabda szeretetével, tehát itt nem nagyon, meg rengetegen vannak, és nyilván mindenki be akar kerülni a csapatba, tehát ez a másik motiváció. Mennyire vonják be egyébként a szülőket, hogyha esetleg nem edzés van, hanem mondjuk valamilyen csapatépítő program, vagy esetleg csapatkirándulás, abban mennyire vesznek részt a szülők, hogyha vannak ilyenek? Nagyon jó szülői társaság van, tehát rengeteg segítséget kapunk tőlük, akár a gyerekek szállításában, ha vidéki mérkőzések vannak. A gyerekek nagyon sokat összejárnak szülinapokra, különböző ilyen házi rendezvényeket csinálnak, tehát én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert tényleg egy nagyon jó és mindenre aktivizálható szülői gárda van mögöttünk. Ha már ilyen jó a szülői gárda, akkor ön mit gondol magáról a csapatról? Milyenek a lányok? Mennyire tartanak össze, vagy mennyire jellemző ez a lányos hiszti esetleg a csapatban? Hát miután lányok, természetesen megvan ez. Pici klikkesedés is van néha, de úgy érzem, hogy azért nem durva. Tehát, nem megy se a játék rovására, se az edzések rovására. Hát, nyilván mindig azt szoktam mondani, hogy 20 gyerek nem lehet öribari mindenkivel, de hát megvannak azért ezek a kis apró klikkek. Ahogy már említette, hogy azért néha előfordul, hogy klikkesednek, ön hogyan tud segíteni, ha esetleg mondjuk valamelyik kislány önhöz fordul pont a klikkesedés miatt? Hogyan tud neki lelkileg segíteni? Nyitott vagyok bárkivel négy szem közt beszélgetni, és meg is szoktuk oldani ezeket a problémákat, ha ilyen van. Kicsit visszatérve még itt az edzésekre és a mérkőzésekre, milyen mérkőzéseken vettek részt, illetve milyen eredmény az, amire a legbüszkébb? Mint mondtam, 3 éve kezdtünk szivacs kézilabdával, hát abban a bajnokságban nagyon jól szerepeltünk, talán egy vereségünk volt, a többi meccset megnyertük. Tavaly egy kicsit nagyobbat húztunk, egy évvel idősebbek között indultunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy tehát ott sem jöttünk ki rosszul a dologból, körülbelül annyi meccset nyertünk, mint ahányat elvesztettünk, tehát ügyesek a lányok, azt kell, hogy mondjam. Idén 2 meccsünk volt eddig, most kezdődött a bajnokság október közepén. Azt a 2 meccset sikerült megnyernünk. Mióta kézilabdázol, és mi az az egy dolog, amit esetleg kiemelnél, ami a legjobban tetszik benne?
Én már első óta kézilabdázom. Ugye apukám focizik, és megtetszett a labdajáték, így én is focista akartam lenni, de amikor megjött a suliba ez az új kézilabda kipróbálás, akkor már egyből érdekelt, mert ugye labdás, és érdeklődtem utána. És miért éppen ezt választottad, hogyha említetted, hogy a foci volt az első, ami iránt elkezdtél érdeklődni, de jött ez a próba lehetőség a kézivel kapcsolatban, miért erre esett akkor a választásod? Hát egyrészt azért, mert a foci kicsivel nehezebb is volt, ugyanolyan, mint a kézilabda, erős játék, ugye lögdössük egymást, meg ilyenek. Igazából én a lábaimmal nem tudok annyira jól játszani, de a kezemmel úgy érzem, hogy jobban tudok. Nagy csoportos korom óta kézilabdázok, és a csapat, hogy azt szeretem, hogy csapatjáték, és hogy nagyon sok barátot lehet itt szerezni. Milyen kedvenc emléked van esetleg mérkőzésről, edzésről, csapatjátékról, amit úgy megosztanál velünk? Amikor játszottunk a Szent István ellen, meg a BVFC ellen. És ott mi volt? Mesélsz róla? Az volt, hogy teljesen csapatjátékosok voltunk, mindenkinek adtunk labdát, meg ugye én szélső vagyok leginkább, és amikor befutok, akkor mindig az irányító megpróbálja pontosan bedobni nekem oda a labdát, és ez nekem tök jó, mert itt jó barátokat is lehet szerezni, meg ugye nagyon barátságosak itt mindenki. Ezeken kívül miért különlegesebb, mint például egy foci, vagy bármilyen más csapatjáték? Szerintem egyébként így a meccseken is sokkal barátságosabb, és kevésbé agresszív a játék, és hát szerintem nagyon sokat tud segíteni a Marti felnőttkorodban is, hogy a csapatjátékban tényleg. Mit gondolsz a csapatodról? Itt azért már elmondtad, hogy barátságok alakultak ki, jó a csapatjáték. Minden rendben a csapattal, minden szuper, nagyon jó barátaim vannak, ahogy mondtam, és tényleg ez erőt ad nekem, hogy amikor röhögnek és mosolyognak, az jó látni őket, hogy vidámak. Van esetleg kedvenc emléked, akár hogyha megmérettetésről beszélünk, vagy esetleg csak egy sima edzésről? Most, ami volt meccsünk a BVSC ellen, az szerintem nagyon jó meccs volt. Mi volt ott, amiért ennyire nagyon jó volt neked? Mert a fél időben még döntetlen volt, és végül sikerült 10 góllal nyernünk. És mit gondolsz, az, hogy 10 góllal nyertetek, ez a jó csapatnak köszönhető? Mit gondolsz a csapatotokról? Szerintem nagyon jó csapatunk van, és hogyha kicsit így felébredünk, akkor nagyon jól tudunk összedolgozni védekezésbe is, és támadásba is egyaránt. Hogyan tudsz egyébként párhuzamot tartani az iskola és a sport között, hogy azért jól tanuljál valamennyire, a sportban is ott legyél, de mégis ne fáradjál le túlságosan? Az iskolában nem igazán szoktak ilyen gondjaim lenni. Úgy szoktam, hogy megadják a házi feladatot, leindulok edzésre. Otthon meg a szüleimmel kicsi segítséggel megcsinálom. Szerintem igazából abban sokat segít azért az is, hogy az órarendem jól van beosztva, meg az edzéseim is közel vannak az iskolához. Ezáltal, amikor hazamegyek, akkor tudok tanulni. Mik a kedvenc gyakorlataid egyébként az edzéseken? Mi az, amit igazán szeretsz csinálni? Szeretek befutni, mert az irányító mindig, ha jó helyen vagyok, akkor odapasszolja. Ezzel sok gólt tudok szerezni a csapatnak, boldogságot. Edzőmeccsezünk, mert hogy így csapaton belül, és hogyha kereszteket, meg figurákat gyakorolunk. És mik a jövőbeni terveid a kézilabdával? Szeretnék híres lenni. Szeretném azt, hogy a szüleim büszkék legyenek rám, hogy amiket szerettek, az megvalósuljon. És nekem ez is nagy boldogság, és nekik is. Hát, hogy magyar válogatott legyek.
héten kétszer, 1 óra 15 percet edzünk, kedden és csütörtökön, 3-tól 4-5-ig. Említette, hogy milyen korosztályúak a lányok, viszont aki nem tudja, hogy mit jelent ez az U10, U11, akkor pontosan milyen életkorról beszélhetünk? 10 és 11 évesekről beszélgethetünk, illetve hát van kisebb is, amint látják, itt háttérben ott mocorognak a lányok. Hogyan tudják egyébként megtartani a párhuzamot az edzések és az iskola mellett, hogy azért ne legyenek ebben a korban nagyon leterhelve? A lányok többsége ide jár, és ahogy végeznek a sulival, úgy tudnak jönni edzésre. Szerintem az egyesület és az iskola nagyon jól megtalálta a közös hangot, és tudnak kooperálni, és ennek is köszönhető, hogy 3-kor el tudjuk kezdeni az edzéseket. Mik a legfontosabb edzésmódszerek, vagy milyen módszerek vannak? Ha jól tudom, akkor ön nemrég jött a csapatba, mint edző. Hogyan néznek ki az edzések? Igen, én októberben csatlakoztam az RKSK edzői csapatához. Megpróbálom játékos formában, meg kooperatív, ügyességi feladatokkal egy kis közösséget kovácsolni. Természetesen megvannak a technikai elemek, amiket ebben a korban ismernünk kell, de inkább játékos, meg ügyességi feladatokkal próbálom őket megtanítani. Hogyan értékeli eddig a csapatnak a teljesítményét, vagy hogyan mozognak együtt, mint csapat? Hát azért 8 edzés kevés ehhez, de már voltunk egy megmérettetésen, ahol szerencsém volt látni, hogy nem csak az edzésen, hanem a pályán is milyen motivációval léptek pályára. Ez egy kiinduló alap, egy 2-3 hónap múlva nagyon szívesen válaszolok erre a kérdésre. Most még az ismerkedés fázisában vagyunk, de annak örülök, hogy motiváltak a lányok, és hogy jönnek, szeretnek edzésre járni, illetve hogy nagyon sok segítséget kapok a szülőktől is, mint szállításban, meg mint kommunikációban. Ha már itt említette a megmérettetéseket, ez lett volna a következő kérdésem, hogy miken vettek esetleg együtt részt, de ezt már ugye említette, viszont mire készülnek esetleg a jövőben? Ez a korosztály bajnokságban hivatalosan nem versenyes, csak szervezett tornák vannak, amik nem bejelentett tornák, hanem meghívásos alapon működnek. Mi is nagyon szeretnénk a közeljövőben egy ilyen tornát rendezni. Én nézem ki, vagy az adott edző nézi ki a csapatokat, és akkor egy 3 vagy 4 csapatos tornát rendezünk, és akkor tudnak csak ezek a gyerekek versenyezni. Egyébként más korosztályokban általában 2 hetente vannak fordulók. Mióta kézilabdázol, és mit szeretsz benne a legjobban? Második óta, tavaly nyáron kezdtem, és azt szeretem benne a legjobban, hogy amikor a meccsen vagyunk, akkor mindenki kap labdát, és csapatmunkába játszunk. Én most kezdtem a kézilabdát, de a másik sulimban már kézilabdáztam 3 évet. A kedvencem a csapatmunka benne, és az, hogy a barátaim mindig segítenek, amikor elesek. Van esetleg kedvenc emléked, akár edzésről, akár mérkőzésről? A mostani kedvedzés, amikor a cselezést tanultuk, amikor a ráinduló csel tanultuk. És ez miért tetszik neked? Mert mióta elkezdtem kézilabdázni, a cselekre vágyom a legjobban, meg nagyon is szerettem volna már tanulni. Egy csomó sportot kipróbáltam már, de a kézilabda úgy megmaradt úgy kedvencnek. Volt esetleg a családodból, aki szintén kézilabdázott? A nagybácsim, ő kapus volt, egy csomószor eltörte az ujját. Van esetleg kedvenc emléked, akár mérkőzésről, akár edzésről? Igen. Amikor... Ez nem itt volt, hanem a másik iskolámban. Az volt, hogy a barátaimmal ugye elmentünk a meccsre, és akkor a Vivi, ő a kapuba bement, és akkor ő ugye megütötte a kezét tök erősen, és utána még bírta, és így nagyon megdicsérte az edző. És így jó érzés volt neki, és nekem is, mert ő a legjobb barátom. A csapatban azt szeretem, hogy mindig támogatnak, amikor elesek, vagy amikor kell a segítség. Mindenki nagyon kedves, meg segít egymásnak, hogyha valakit lefognak, akkor mennek segíteni, hogy labdát szerezzünk. Mik a céljaid a kézilabdával? Hát, úgy nagyon nincsenek céljaim, csak azt, hogy sport, és hogy nagyon szeretem. Hogy maradjak a csapatban, és hogy jó kézilabdás maradjak.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő héten is itt a FitMixben. Viszontlátásra!